Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a Befejezetlen múlt. Az elszámoltatás, nem elszámolás, nem leszámolás, hanem az elszámoltatás kérdése még mindig nagyon érdekli az embereket. Mostanában vidéken voltam sokat, tartottam előadásokat, és a szünetben, vagy később a fehér asztalnál egészen különböző politikai beállítottságú, életkorú, gondolkodásmódú emberek fölvetik azt, hogy hát ugye azért most meg lesz ez. Végre valahára tisztán fogunk látni esetleg, hogy mi történt az elmúlt 8 évben, és ez nem is lenne olyan nagy baj, ott van Olaszország példája, több más ország példája, és egyre gyakrabban szóba kerül Dobcukor Papcsák Ferenc országgyűlési képviselő, nevű üdvözlöm képviselő úr, és ő népszerű ember, de hát nyugtával dicsérjük a napot. Remélem, hogy amikor egyszer találkozunk, már arról is beszélhetünk, hogy nem csak megindult a dolog, de valami eredményt is látunk. Jól lehet, majdnem minden nap, legalább sajtóból tudjuk ezt, hullák, nem is akármilyen hullák, csontvázak esnek ki a képletesen szólva a szekrényekből. De képviselő úr, rögtön minden rizsa nélkül, hogy mondani szokás, hogy áll ez az ügy? Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és azt, hogy az emberek nagy érdeklődésre figyelik azt a munkát, amit két és fél hónappal ezelőtt elkezdtünk. Másfél héttel ezelőtt a kormánynak beszámoltam a két hónap történéseiről. Ez alatt a két hónap alatt már nagyon-nagyon sok minden történt. Először is ugye rögzítsük azt a tényt, hogy az elmúlt 8 év gazdasági tranzakcióit kell, a kormányzati intézkedéseit, gazdasági tranzakcióit kell áttekintenünk. Ez nem kis feladat, hiszen ha csak az okiratok terjedelmét nézzük, már önmagában véve óriási anyagot kell áttekinteni. Az én feladatom ugye a vizsgálatoknak a koordinálása, hiszen egyedül képtelen lennék ekkora mennyiséget áttekinteni. De ugye van egy szűkebb stábja is. Van egy titkárság, egy 5 fős apparátus, akik ugye fölveszik a telefont, előterjesztéseket készítenek a számomra, feljegyzéseket, illetőleg regisztrálják a megkereséseket. Mikor nagyon alszik? Sok bejelentés is. Képviselő, mikor alszik? Hát először is jól alszom, amikor sikerül, de nagyon-nagyon sok a munka, valóban így van. És nagyon nagy a felelősség is, mert nem... Mellé fogni nem szabad. Pontosan. Az elszámoltatásnak a legfontosabb eleme, hogy egy valós képet kapjunk az ország állami szervezetei, főhatóságai, illetőleg azoknak a háttérintézményeknek a szerződéseiről, amelyeket az elmúlt 8 évben kötöttek. Másrészt meg kell vizsgáljuk a politikai, kormányzati szereplőknek ezekben a szerződésekben való közreműködését. Kétes közreműködés. Így van. Harmadrészt meg kell határozzuk annak a kárnak a mennyiségét, mértékét, amelyet az állam, illetőleg a társadalom, a magyar köz elszenvedett. És a képviselőnek volt egy érdekes mondata, most több interjúja is volt, az egyik nagyon megragadta a figyelmemet, hogyha valaki egy mérlegkönyvet meghamisít, ez egy bírósági ügy. Ha valaki pedig egy olyan adatsort meghamisít, amiből az országnak óriási milliárdos kára származik, neki pedig a zsebe ki lesz stafírozva, akkor ebből semmi baja nincs. Hát valóban így van, ezt én egy sajátos helyzetnek tartom, hiszen nagyon sok vállalkozó tapasztalhatta meg az elmúlt 8 évben, hogy a hatóságok megrángatták mindenféle olyan ügyekben, amelyek adott esetben indokolatlanok is voltak. Ha egy vállalkozó esetlegesen egy rossz számot ír be, vagy elír egy számlát, akkor rögtön lecsap rá, vagy lecsapott rá az állami szervezetrendszer, miközben egyébként a politikum, a kormányzat világában pedig büntetlenül megtették azt, hogy a 2006-os országgyűlési választások környékén meghamisították az ország költségvetését. Az is egy mérleg, tehát az ország költségvetése is egy mérleg. És az nem csak a választás befolyásolta, hanem annak volt a gazdasági kihatása. Illetőleg egyrészt, másrészt pedig ugye az Unió, mivel az Európai Unió tagjai vagyunk, az Európai Unióban való megítéltetésünket is nagy mértékben befolyásolta, hiszen egy éllovasból váltunk 8 év alatt a sereghajtókká. Tehát, és ebben a kormányzati szereplőknek óriási felelőssége van, és azokban az ügyekben is, amelyeket ugye most itt folyamatosan vizsgálunk, és amit meg fogunk majd beszélni. Képviselő úr, legyünk azért nagyon konkrétak. Volt egy ilyen érdekes vers ifjúságunk hajnalán,
De azt hiszem, hogy a képviselő sem nézi, hogy hányas vagy. És akkor mondtak, hogy azt mondja, hogy ha azt mondom Hindenburg, az azt jelenti, hogy első világháború csata, ez egy német hadsereg, mondom. Egy kicsit, ha nem is játék ez, pedig vérkomoly dolgokról van szó. Én, ha azt mondom, képviselőnek, hogy moszkvai magyar kereskedelmi központ, hogy folytatja a mondatot? Én úgy folytatnám, hogy azon több száz ügyből, amelyet az elmúlt időszakban górcső alá vettünk az elmúlt 2,5 hónapban, 4 ügy emelkedik ki, tehát 4 olyan különös figyelmet érdemlő ügy, amelyek között a moszkvai kereskedelmi ingatlan értékesítése, és az bizonyítja, hogy az elmúlt időszak kormányzati vezetői és a kormányzati szereplők direkt ráhatással voltak tranzakciókra, gazdasági tranzakciókra. Ezek közül az egyik az ilyen típusú ügy a moszkvai kereskedelmi ingatlannak az értékesítése, de a sukkolói koncessziót lehet említeni, az Omninvesttel összefüggő tranzakciókat, illetőleg a Shanghai világkiállítással összefüggésben megkötött szerződéseket. És Moszkvában mi volt ott? A moszkvai kereskedelmi ingatlan, ugye ez egy nagyon értékes ingatlan együttese volt a magyar államnak. A Moszkva egyik legdrágább ingatlanja. Így van, több mint 10 000 négyzetméternyi területről beszélünk, és azért érdekes ez az ingatlan, mert itt lehet látni, hogy az állami vezetők valamilyen vélt, ugye ezt a büntetőhatóság vizsgálja, ezt a kérdést, tehát azért nem tudok ebben a kérdésben nyilatkozni, pontosan a büntetőjogi felelősség megállapítása nekem nem dolgom. Nekünk az állami szervezetrendszerbéli felelősséget, illetőleg a tranzakció minőségét kell úgymond áttekinteni. És az már látszik, hogy van. Van, hiszen 3 milliárd forintnyi pénzösszeget kapott a magyar állam, miközben ez messze többet ér ez az ingatlan, a moszkvai ingatlan árakat. Becslések szerint mennyi körülbelül? Hát több mint 10 milliárdot ér ez az ingatlan. És hol a 7 milliárd? De hát ez az egyik a kérdés, de van egy nagyon érdekes aspektusa. Ugye ebben az ingatlanban nagyon sok olyan társaság is bérelt irodákat, akik a magyar gazdasági életnek, hát mondhatom azt, hogy kiemelkedő gazdasági szereplői, gyógyszerkereskedelmi, gyógyszeripari cégek. És ők jelezték, most magunkat, persze. És ők jelezték egyébként a magyar állam vezetőjének, az akkori vezetőjének, Gyurcsány Ferencnek, és az akkori külügyminiszternek, hogy nagyon szívesen beszállnának az árversenyben, nagyon szívesen megvásárolnák ezt az ingatlant, semmilyen választ nem kaptak, minden alkalommal elutasították őket, ellenben azt lehetett látni, hogy egy offshore hátterű cég, egy offshore cég vásárolta meg ezt az ingatlant, és ismereteink szerint tovább is értékesítette már azóta. A magyar állam volt tulajdonát képező ingatlant? Valami ilyesmit tudok én, hogy nagyon nagy villámok, hogy ha azt mondod, Shanghai világkiállítás pavilon, ott is hasonló dolgok van? Ott is hasonló, tehát egy nagyon erős kormányzati beavatkozás mutatkozik meg. Láthatóan a közbeszerzési eljárásokban, a tranzakciók megkötése környezetében mindenhol volt állampárti szereplőket lehet felfedezni, olyan szimbolikus személyeket, akik a Font kormány, illetőleg az azt megelőző időszakoknak, hát mondjuk úgy, hogy emblematikus személyei no, voltak. De ez önmagában, nem probléma. Hadd legyek én az ördög ügyvédje, ha mi a könyvelés rendben van, meg hogyha minden úgy stimmel, hogyha ez mondjuk egy sikeres pavilon önmagában, de ez nem egy sikeres sikertörténet. Pontosan. Nincs is pavilon. Tehát nincs pavilon. Így van, tehát jelentős összegeket kötöttek le, illetőleg költöttek el. De van egy gömböc. Így van, és van egy gömböc. A kifizetéseket leállította az új kormány már, illetőleg a vizsgálati időtartam alatt nem nagyon szeretnénk forrást tenni ebbe a kiállításba. Hát még a vizsgálat elején tartunk, kiemelten, a kivételes eljárásban vizsgálja a KEHI, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ezt az ügyet is, hiszen nagyon fontos, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben is. Na most én direkt nem ezt a kérdést említem, hogy a kormányzat így meg úgy, most vegyünk egy egyszerű, hát látszólag profán dolgot. Vidéki volánjáratok, most pláne, hogy egy csomó ilyen oldalági vasút leállítva, nagyon felértékelődött a volánbuszok szerepe. És hogy kiszervezték a voláncégből a különböző sikeresebb és nagyobb jövedelmet hozó vállalatok. Ez még, én nem hiszem, hogy a kormány fő felemeli ilyenkor a telefont.